Adjon Isten mindenkinek, a mai kirándulás Esztergom. Egy hídról az utolsó felvételek készülnek. Esztergomban a Diós árokban vagyok. Erről a hídról van szó. Táblákat kihelyeztek pár éve, mert jeleztem, hogy a híd kezd életveszélyessé válni. És ott a híd javítása az ezekkel a táblákkal történt. De nézzük, hogy milyen állapotban van, és milyen állapotban van ez a híd. Pár éve, amikor itt jártam, igazából legalább 5 vagy 6 éve, akkor a mennyezetből még csak ez a darab volt kiszakadva, azóta ez a rész is kiszakadt, és hát elég jelentős a föld, ami ide aláhullott, és ezt mind elmosta a víz. Lehet látni. Hát itt ez, nézzünk egy méretet. A jelenlegi szinttől 60 centire van a vége a luknak ebbe az irányba. Hát itt egy picit hosszabb, ez 105 centi. Ez azt jelenti, hogy volt itt egy 12-12-12, egy 38-as boltív, amiből itt a fal szélén már csak 12 a fal vastagság, de ugyanez van a másik oldalon is. Tehát itt ez a 12, itt már nincsen meg a 12, csak itt van egy 12-es, a többi az mind kihullott és lehullott. Tehát ez a híd, ez a Diós völgyi híd 1988-1959. A másik oldala. Fentről nem nagyon látszik, hogy milyen állapotban van a híd, mert itt is ki van moccanva a tégla. Tehát táblával van megjavítva. Itt lehet látni, hogy ez a híd, ez 38-as, tehát itt van egy 25-ös, 12-es. És itt a téglák ezen a részen itt el is tűntek. Mellesleg itt a repedés már el is indult. Pilis Csabán nem is olyan rég omlott össze egy híd, amit azóta már teljes egészében elbontottak. És a tégla az viszont címeres. Tehát nem egy mai darab építmény. De azt jelenti, hogy ha 505 centi volt itt az első nyílásnál, a 105 centi az ide esik. Ez azt jelenti, hogy az út között van körülbelül 90 centi, vagy még annyi sem távolságra, ami igazándiból omlás szempontjából bármikor bekövetkezhet. Ezt szerettem volna megmutatni, ezek az utolsó képek. Esztergom, Diós völgyhíd. Isten áldjon benneteket!